neked Vietnám, üdv a csatornán, a Keeper újra jelentkezik, nagyon vidám. Igen, nagyon vidám vagyok. Várjatok, kellene nekem főznöm kávét, mert nagyon gyorsan kellene lennünk, tudjátok-e? Gyorsan, kávéfőzés indul, addig meg a kipa kola indul. Na, tényleg gyerekek, ki kellene pakolni, mert annyi minden szar van mindenhol, hogy ezt el nem tudjátok képzelni. Például, úristen, hallod, már tényleg, már köpködtök meg mi, hogy állandóan mi lesz. Vigyük a helmet, vigyük a pénzt, azt oké. Okay. Üres üveget, azt mondtuk, hogy legalább a kaját, meg az üres üveget, azt itt tároljuk, jó? Meg ilyen hülyeségeket. Oké. És jó, csomó mindent találtam. Most már ugye tudjuk, hogy honnan volt a csávoknak kukkája, mert benne volt abban a dologban. Ezt te vigyem magamba? Vigyük el magukkal, jó? Gyorsan kipakolok a sok hülyeséget, mert a keepernek nem kell. Fasz, maradjon. Ez maradjon. Füstő ecset nem kell. Füstéket akkor tudok csinálni majd. Utána néztük ugye, hogy tudjuk már hogyan kell, ez tök jó. Ezt a lockpicket vigyük. Ezt a csákát visszük, ezt visszük. A vizecske, azt jó, azt vihetjük magunkra. Egyébként üres üveget vihetnék magammal. Van ám egy csomó, és akkor hozhatnék murky water-t. Sőt, vigyünk el magunkra minél több üres üveget, akkor 41, akkor tudok csinálni egy csomó izét. Majd, oda nézd, mennyi üres üvegem van, gyerekek, 6x7. Tudok csinálni majd egy az, hogy víznek is jó lenne, meg még ugye murky water, az kell másra is, például füstékre, gyerekek. Hát az nagyon jó lenne, kifesteni a képerre dolgokat. Az ecset az nem használódik, akkor elvileg, ugye az úgy van, hogy akkor csak a izét használódik. Jó, más, nem akarok kipakolni? Egyelőre. Jó, ja, ezt a hatos akármit ezt ide lerakom. Jó, egyelőre nem kell nekem, mivel az AK-val fogjuk veretni, viszont hol van a javítókészletem? Azt valaki vágja, hogy hol van, hova tette a keeper? Úristen. Ezeket majd össze fogjuk pakolni, de majd valami éjszakai időben, amikor a máskor annyira nem kell. Jó, ez. Valami zörgöny, valami zajom volt. Gyorsan nézzük meg. A javítókészlet tényleg az hol a szarba van, gyerekek? Komolyan mondom, ettől vadul meg a képer, hogy semmit nem talál sehol. Itt van az XP-tal. Ezt az XP-tal lehet, hogy el kéne vinni. XP-farmolás szempontjából. Jó, ez legyen nálam, azt hogy sok zombi jön, meg ilyesmi, akkor majd ide, majd adok nekik. Jó, gyerekek? De hol van az ide? Javítok észre! Hova tudtad elrakni képer? Komolyan mondom. De sok hasonló ikon, azt nem találom meg. Elvileg valami szerszámos ládaszerű. Hol van? Szerszámos ládaszerű. Nem látom. Volt egy csomó javítókészlet a gyerekek. Esküszöm, hát hol a szarba van? Itt van. Hát az nem is egy csomó, de azért van. Azért, mert meg kéne akkor javítani itt a dolgokat. Ezt is, ezt meg fával tudjuk, jó? Ezt is kővel lehetne, de most hagyjuk akkor. Na mi a helyzet? Megfőtt a kávé? Ezt kikapcsoljuk, egy darab fa bennmaradt, jó van. Viszünk 6 ilyet. Oké, srácok, a javító készletet azt visszarakjuk a legelső ládába, jó? Minden alulra. Oké, hány óra van? 17:31. És tudjátok, hogy mit fogok csinálni? Megmondom. Ne ordíts el, megmondom, mert mondtátok, hogy nyomjuk neki egy olyat, hogy a kencset kellene megkeresni, a kencset, úgyhogy akkor csapatjuk, jó, kincskeresés lesz. Megpróbálunk eljutni a kincsig, igen, késő van, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit húzós lesz, és nem biciklivel fogok menni. Gondolkozzál, Keeper, mi a szart akartál? Ja, inni egy kávét. Júz. Na oké, aztán adjuk neki, gyerekek. Kincs, ugye? A kincs van megjelölve? Nem. Küldetés van megjelölve. Álljál le. Hol vannak a... küldetés. Én van a küldetés, és hol van a kincs? Oké, és akkor ezt jelöljük meg. Oké, gyerekek, jó, húzzunk bele. Azért megyünk gyalog, mert tudjátok, már voltam az előző részben, hogy rühellem azt, hogyha nem gyalog megyünk. Hát ezt azért jó megmondtam. Na, a lőszerre sporolunk, leginkább ugye íjaskodunk, meg még ráadásul
sörétöskedünk. Úgyhogy ez a kettő lesz. Folyamatosan toljuk neki, mint a szart a kávét, hogy tudjak futni, mint az őrület. Mert a keepernél ez a fét is, hogy tudjon futni. Ugye gyorsabban töltődő stamina téma van. Izében ne essünk bele. Különböző hibákba. Néha ránézek. Jó, most elviszem ezt a Gablestone-t, ne haragudjatok. Építkezni majd kellene. Egyébként nagyon szeretnék már nekiállni annak az épületnek, amit ugye alul a tervezek, úgyhogy le kéne ásni az alapkőig. Bocs, nem bírom ki, hogy nem nézzek. Jó, leadott, hagyjuk. Nem bírok ki, hogy nem nézzek bele. Hány kilométerre van ez a szutymas? Szutymas. Jó, messzi van mi. Jó, nem baj, gyerekek, menjünk neki. 17 óra 52, hát van egy 5 órám, hogy ugye odaérjek. Hú, gyerekek, úgy beejtünk valami jó helyet? Az jó lenne. Mármint olyanra gondolok, ami jól utolható, már megint bele fogok itt zavarodni a dolgokba. Jó, lass, oké, gyorsan. Már egyébként 131 a ideje, a max staminám, tök jó. Meg 121 a ideje, a nem max, mi az, HP-m. Majd segíthetnétek, hogy mire hossza kell egyébként. Mire ossza kell? Itt egy zombi, ott egy zombi, hopp. Imádom a távolban lövöldözkedést. Mármint ezt az izét. De még jó, tök jó lenne, hogy találnék egy szkópot. Jó, elmegyünk ide. Elvileg azt mondták, Joe mondta, hogy itt ez is ilyen 10 000-es láda van elásva, úgyhogy arra figyeljek, mi a szar ez az épület. Vajatok? Ez a izé, ez a fegyver. Gyerekek, ide beugorhatnék. Mert ugye itt is volt egy 10 000-es láda, amit nem tudtam kigyibontani. Egyébként ez is jobb az is izé lenne alap. Jó, a gyerekeket bemegyünk, jó? De úgy megyek be, hogy az udvaron beugrok. 10 000-es ládáért be kéne menni. Hát, ha valami jó cucc van. Báó, de viszont van izé is, vigyázzál, keeper. Szöges drót, te! Mindjárt adok neki. Ezt utálom ezekbe a... be is akadt a tökömbe, az. Ezt utálom ezekbe a... Remélem, hogy a zombik azok nem termelődnek újra. Ezt rossz sem tudja. Ez egy jó buli lenne, mi? Nem, szerintem nem. Na, itt voltak a ládák, ugye? Amit nem tudtam kibontani. És ezt várja, lockpickingre kellene raknom nekem? Van olyan, hogy lockpicking? Az biztos, hogy sense-nél van, ugye? Vagy az agynál van, ugye? Értem, vagy lehet, hogy a sense-nél az van külön, ugye volt külön sense. Lucky Druther... lockpicking, itt van. Raktam is rá egyet, ugye? A következőt nem tudom, mert 4-es szinten kell lennie, ugye, az attribútornak. Szóval ez akkor hanyagó. Hát várj, akkor próbáljuk meg. Én sose csináltam ilyet. Ilyen lockpickinget. Nem ez kéne. Ez ugye locked. Ez az egy láda van itt? Ez, ugye? Igen. Próbáljuk meg. Ez hogy kell? Nem így. Picklocking, odané, próbálkozik vele. Kíváncsi vagyok. És el is tűnik... Jaj, tökre ment a izé. Gyerekek, már iszom is a kávét. Baze, amire ezt kiverem. Viszont lehet, hogy nagyon jó tuz van benne, gyerekek. 8000. Jó, nem lesz az annyira vészes. Így kávéval még egész jó. Töltöj, stamina. Jó, már 1/5-ét leütöttük, úgyhogy no probléma, gyerekek, minden oké lesz, nyugi. Remélem, jó cucc lesz be, hallod, ennyit izé koppogatok itt.
Erre például érdemes lenne rakni. Várjál, nincsen kapásból olyan, hogy erre tudnék rakni. Gyorsabban, gyorsabban. Időjelek. Na, itt van-e. Csak ehhez hármas szintű ilyen idej kell erő. És akkor tudnék rakni. Több izé, több block damage. Hát ez mindenképp jó lenne nekem, úgyhogy rakjunk már. Akkor kell raknunk erre. És akkor erre még rakok egyet. Csak elvileg gyorsabban is csapja. Meg talán kevesebb staminát zabál. Azt nem figyeltem, lehet, hogy ez hülyeség. De mindenképpen gyorsabban üti ki. Ó, ez kellett. Ez amúgy tényleg kellett, mert ugye én sokat fogok építkezni. Jó, jó, pici pihenő, pici pihenő. Oké, fele megvan. Ez a lockpicking, ez nem sikerült, nem tudom, azt biztos nagyobb szintűre kéne pakoldom. Van máshol is ugye fegyverszekrény, amit nem tudok, nem tudtam kinyitni. Például a legelső ilyen épületet, amit befoglaltam még annó, majd ott is. Jó, már csak 3600. Jó, alakul. Kicsit várunk a staminával, jó, jó. Ja. Oké. Okay. Mehet még egy kávé. Ez a kányai zaklat. 2700-2600. Remélem jó cucc lesz, hallod? Lehet, hogy valami epic jó. Lucky Looterre kéne még rakni ilyenkor, csak ugye már nincs skill pontom. Na, imádkozzatok, gyerekek! Jó cucc legyen, jó cucc legyen. Ezer háromszor, 1100. 900. 800. 700. 600. 300. 1000. Üsbászét. Oké. Na mi lesz benne? A fasz. Ez mi? Ezt már megtanultam, rohagyj meg. Mi ez? Silver Nuggets. Jó. Mi? Aj. Ne haragudjatok, de ez mi? És ez mi? Sherry az. Ó, te hallod, ezért kopogattam. De vegyük be a küzéért akkor. Oh, shit. Nem vagyok boldog. Ugye valahogy megpróbálok kijutni. Na, ugorjál ki. Na, francia is ember. Nem vagyok boldog. Csöppöt se, gyerekek, csöppöt se. Ó, a francia gyemek! 19 óra 17, elcsesztem az időt ezzel az egésszel. Ó, de kár. Nem hiszem el, hogy egy ekkora ládában miért nem rak bele valamit? Az mi ott ott fönn? Ott az mi lehet? Egy ilyen kis, egy ilyen platón van, baromi jól néz ki. Az tök jó néz ki, nem tudom mi lehet az. Azon gondolkozok, 19-21, elmegyek a izéig, tudod a treasure-ig, az milyen messze van egyébként, ilyenkor jó lenne megjelölni. Azt akkor tudnád ugye, hogy milyen messze. Mi van? Basz meg. És akkor ugye írja, hogy milyen messze van. Hát ez epic messze van. Még mindig. Boldogtalan vagyok. Viszont a sisakomat fölvehetném, mert szerintem már nincs olyan maró meleg, ugye? 19 óra 27, gondolom. Még 500 méter is, ráadásul kiégett földön van. Azon gondolkozok, lehet, hogy visszafele inkább majd megpróbálok fölmászni ide erre a platóra. Ott valami épület volt. Nem tudom mi.
19.30, hát bele kell húznom, gyerekek, bele kell húznom. Lehet, hogy a sörétesre rávaltak. Itt lesznek kutyák, meg minden kutya szar, mi? Te tuti. Komolyan ide kellett jönnöm. Meg ma a madár, de jó. Meg ma a zombi. Nem vagyok bórok. Ti ilyen hülye hangok vannak. Felhallgatót kicsit felhangosítottam meg. Az epic mázim volt, hogy ezt itt nagyon jól eltaláltam. Jó, beküldtetek a gangster, hogy húzzolak a... De olyan hangok vannak a csém. Mi az a hang? Mi volt ez a hang? Hallod? Ezt hallottátok? Mentek a francba. Komolyan mondom, ide kellett ám csalni engem. Hallod, de parra ez a hely. Mit fúj a szél így? Mi ez a szar hang? Hát én mindjárt beszarok. Mi a franc ez a horror hang? Valahogy nem fázik a karakterem. Te Jézus Mária, hova hoztatok? Kezdi fázik a karakter, te. Ne fázzál ma a tesó. Egy épület. Ha hogy de? Nehogy állva ez egy plérin legyen. Ú, gyerekek. Jó, én már most összefosom magam. Ja, oké, okay, jó. Tök jó. Valószínűleg csak. Az meg mi a... Franc volt. Az meg mi a franc? Az mi ott? Az meg mi? Mi ez? Na jó van, összefosom magam mindjárt, 20 óra vagy gyorsan álljunk neki ásni, vagy mit tudom. Fösték volt, nem? Fekszű alszó. Jó, ássunk, vagy mit tudom én. Jó sar, ó. Oh. Hol az ásom? Elhoztam, nem? Gyerekek, komolyan mondom, ti azt elküldtetek a francba. Nem mondod, hogy kő van a kapásból. De hogy találom meg ezt? Megint az a horror hang. De jó, kösz, ó. És ilyen böszben egy körbe kell itt kiásnom, vagy nem tudom, mit csinálják most már tényleg. Hoppa! Szűkült a kör.
Én mindjárt összeszorom magam. Komolyan, mi ez a hely? Ja, meg kell javítanom az izét. Még jó, hogy itt volt kör. Oké. Okay. Jó, áskálok, aztán elvileg úgy látom, hogy szűkül az a kör. De mi az a horror hang? Olyan, mint hogyha ilyen... Nem is tudom, tényleg, hogy egy horror filmben lennél. Hallod? Itt kéne letelepedni, mi a horror világban? Nem sebződök, hogy fázom, hogy valami majd. Jó, ilyenkor szűkül ez a kör. Ások, mint az őrült, azt egyre szűkebb lesz. Jó lenne, nem itt érne a végzet, az éjszaka. Jó, te fiú. Ígyunk. Na már szűküljön még egy kicsit az a kör. Hol a francba vagyok? És kell csákányolnom is ilyenkor? Muszáj lesz? Jó, ássuk, hogy szűküljön. Ilyen, erre, ide, lebújok, jó? Lebújtam. Mások az alá nem fog leszakadni. Nem könnyen. Oké, okay, csökken megint. Jó, szerintem kellene izérnem csákányoznom, nem? Megtalálhatnám. Meg utána még ki kéne ütni, még egy órám van. Meg fogod dögleni, gyerekek. Elküldtetek ide. Től a horror hangtól nem tudod, hogy... Mi történik? Milyen mélyen van ez a szar? Csapjad már. Na, még egy megint szűkült? Hova? Hova szűkül? Na, valahova ide. Igen, fázok, tudom, jó. Ez van. Nem tudom, hogy hol lehet ez a szar. Egy órán van vissza. Inni nem kell, jó, nem iszunk. Jó, szűkülhetne már. Nem tudom, milyen mélyre kéne ásni. Na. Most már nagyon itt mutatja, valahol itt kell lennie. Világítok. Hoppá, ott van. Ó, oh, faszma. 7000-es láda. Kávé megint. Ezt az 7000-es ládán valahogy kikére bányáztunk. Kajásak is vagyunk. Kaját se hoztam. Jó, minden jó. Nagyon jó. Ezer. Remélem jó 20 lesz. És utána rohannom kell, hallod? Ú, az életemért kell futtam. Nem fogom végezni. Siess, stabilan őjjé. Jó belevittetek a parába.
Nyerünk. Nyerünk. Van még 40 percem. Éjszakáig. Jaj, de jó, elállt az eső. Fele megvan. Most meg ilyen íz, ilyen valami zongoraszerű taktusok vannak, az is ilyen hótpara. Ha kiégett földön nem kéne letelepedni, mi? Végig fosná. 2000. Ja. 1600. Gyerünk, gyerünk ma! Gyerünk ma! Remélem a kincs az valóban kincs lesz. Hogy valami értelmes. Így szólsz. Van fél órám, hogy eltűnjek majd, úgyhogy nagyon gyorsan fölmarkoljuk, ami van. Azt futunk, jó? Gyorsan átnézzük, azt futunk, mint az őrültek innen. Ha végre, bazze. Nézd bár meg. Először jó, ez is jó. Pénz. Meg van egy kés. Jó, oké. Annyira nem rossz. Menjünk mindenki. Meneküljük a péróba. 36 van gyerekek. Menekülési lesz, jó? Ezt még megnézem. Jó. Azt el akartam vinni. Jó, nem vagyunk túl terhelve, jó van. De mégis miért ilyen lassabb megyünk? Miért ilyen baromi lassan megyünk? Miért megyünk ilyen eszméletlen lassan? Már vadik! Ja, mert izé! Lopakodó voltam. 43! Jaj, gyerekek, megint rá cseszett a keeper. 43 van. Menjünk innen a kiégett földről legalább. Mi a karamentben volt, gyerekek? Van még időm, kávém, van még kávém. Nincs jó van. Ballag jó. Kiégett föl... Jó, ide ne, többet ne küldjetek ilyen helyre. 21-51. Jaj, te Isten. Jaj, te Isten. 21-52. Jaj, te Isten. Jó, innen kijutottunk egyszer. 21-54. Menjünk ma. 56. Menj ma, menj ma, menj ma. 57. És ugye innen futni fognak a zombik ma. 58. 10 óra. Jó. Oké, megúsztuk. Oh. Talán jó. A gyerekek. Ti rosszat akartok nekem komolyan. Viszont lett egy csomó lőszerem, jó, de ezt el is lövöldözöm, bazzom, mert szarba van a keeper. Szarba van a haza. Itt volt fenn egy épület, ezt meg akarom nézni. Azt a betyáról is, te gyerekek. Kiégett földet így jelölik, hogy a franc essen bele. Itt valahol volt egy épület, itt a keresztező, itt valahol, megjelölöm. Valahol itt, mert a kereszteződés itt fel. Megnézem azt, gyerekek, magamnak azt tetszett. Mert futnak a zombik, azt finoman lootolgatunk kicsit, meg... Jaj, ne, ezt nem akarom. Nem akarom. Jó, nem vett észre. Nem akarok lőni. Akkor ide fut az összes zombi. És futnak a zombik, és nem jó, hogyha ide fut az összes zombi. Ez nekem nem baráti. Fölmegyünk, megnézzük, mi van itt. Itt volt valami épület, ilyen tök jó, ilyen, egy ilyen platón volt fönn, mármint egy ilyen
fenségszerű dolgon. És ezután nem fogom ott hagyni azokat a ládákat, amik tízezresek, nem érdekel, kellenek belőle a cuccok. Azokban vannak a legjobb cuccok, én mindig ott hagyom. Nem számít most, hogy tízezres ki kell verni. Ki kell verni gyerekek, attól jó nekünk. Valami sétálgat. És nem én vagyok. Aha. El volt. Íjászkodás az oda, oda. Oda, oda, oda. Az mi? És ott is van egy ilyen beszmer egy épület, figyelj. Bocs gyerekek, de jobb halapokodok, én úgy érzem. Itt van nem messze az az épület, amit láttam a távolból. Szerintem lassan rá is fogunk látni. Van is valami. Ugye fölmászok, fölülről nézzük meg, jó? Azok mik? Akkora épületek vannak arra, várjál, mit vannak arra? Itt vannak valami épületek, amit én igazából még meg se néztem. Látod, ott is egy, meg ott is egy ilyen marha nagy. Lehet, hogy kalandozás lesz, lehet, hogy izé. Kis nomád életszerű. Ő mekkora túrat jaj! A ember! Ahogy lehetsz ilyen szerencsétlen? Ugrott egyen, aztán lesz én őt van. Na, ezt az épületet, azt az épületet meg fogjuk nézni. Meg igazából, ha már az megvan, akkor ott van még egy valami. Ezeket lehet, hogy át kéne skubizni. Bár lehet, hogy inkább akkor küldetést érdemes csinálni, mert lehet, hogy úgyis oda visz tudod. Ez mi a szar ez itt? Mint valami kémény? Vagy mi van itt? Ide valaki épített? Mi van itt, gyerekek? Oh, yeah. Oh yeah, itt valakinek a háza van, vagy mi ez? Ez egy simple house. Doktor house. Hát jó lesz nekem, hogyha ezt én ilyen így betámadom, gyerekek? Ez tök jó kis ház, ez nagyon jó. Egy kis mediterrán. Kár, hogy nincs gránátom, inkább ilyenkor oda... De várjatok, nem... Hát próbáljak ki valamit? Rakok ide egy követ, és ezt nem tudom dobni. Nem a szart, nem. És akkor mit tudom, hogy kicsalod a zombit, vagy valami, nem? Tudsz olyat, hogy bedobom az ablakot? Nem igen, nem. És te éjjel bemenjek ide, bemerészkedjek? Hát figyelj! Szerintem kemények vagyunk, nem? Na, vagyunk. Mindjárt körülnézünk. Ott az nagyon érdekel, valami nagy gyár. Hoppá! Kemény csávók, ezek jó bebarikározták magukat. Biztos van itt valaki. Hát, hogy íjászkodunk. Jajjajjajj. Megfogtuk az Isten lábát, volt egy csomó fa. Jó. Ja, ezen nem lehet átlőni így, hát ez jó. Meghaltam magát.
Tiszta ilyen, nem is, thief. Volt egy ilyen játék régen, ilyen thief, amikor ilyen íjászkodni kellett. Nem emlékeztek arra? Mi fasz volt ez? Mi volt ez? Kezdik, ja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 j
Uha! Hát, hogy valakiket felidegesítettem. Ajaj! Gyerekek, baj lesz itt érvem. Viszont ez a pince, ez a jó! De jó lehetett volna letelepedni legelőször. Csak egy kicsit benyugtalankodtak a csávok. Elcső, az csapszik. Na nézzük fel. Hú, egy sokan vannak gyerekek. Ajaj! Ajaj! Ez lehet, hogy hülyeség volt? Mi a szar el a hang? Ujjaj! Ne, nehogy csapdába csaljam magam. Vagy ejtsem magam. Gyerekek, itt valami baj lesz. De miért volt értelme ide lejönni? Nincs is semmi. De fönt? Még nagyon beizgultak. A gyerekek! Legyen nyugalom, jó? Legyen tánc. Aha, jó van. Jó, megcsináltam ezzel a blokkal. Jöhetnének még. Mi a szar? Nyugi van! Nem jönnek többen? Ez vajon. Kitörök, nem érdekel. Zavar, hogy itt köcsökködnek ezek. Na gyertek, buzik! Megnyitva? Hogy nem jön se, hol van neked? A Murky Water-t kellett volna ugye szereznem valahol. Ne feledkeztem közben. Ezek egyszer nem tudom, hogy hol vannak, vagy mit csinálnak. Azt a betyárus. Kemény gyerekek vannak itt. Megint ezt a szartam magam, jó volt.
Hol vagytok, vagy mit ordítoztok, gyerekek? Semmi, nincs is vele. Ennyi az egész. Nem sok értelme volt ide bejönnöm. Ki kéne lógnom, gyerekek? Szóval meg tudom egyáltalán tenni. Hoppá, nem valószínű. Valaki futkodik, félek hátba támad. Oké, úgy futkorászik. Megvan ki rohangás, jó van. Még van egy hülye, aki fut. Itt hagyjuk. Itt hagyjuk lopakodva, jó? Megesszük azt a kaját, álljál le. Szará vagyok tovább, engem terhelve egyébként. Megesszük. Úgy. Jó. Iha. Baszod! De mi volt ez? 1200 izét adott. XP-t. Hogy a francba? Ki volt ez, gyerekek? Jó, ebben meg nem volt semmi, mert voltunk a vincében, meg voltunk az összes helyiségben szerintem. Jó van, oké, nyugi. Jó van! Kis éjszakai időben renegátok vagyunk, mi? Na, el kéne menni ezen az uton végig. Hú, hát ez egy ilyen kalandos rész ma. Igen, el kéne menni arra, és ott van két épület. Van egy ilyen kisebb, meg egy nagyobb. Hát, hogyha valami jó útat tudnánk szerezni, nem? Nem zavar, hogy hát igen, tele vagyunk, várjál. Ez mi? 15% more damage. De azt hiszem ez van nekem, nem? Várjál. Igen, ugyanilyen nem van rajt. Akkor nem kell. Valami sikító zombi hangot hallok. Ami nem kell, azt menj el, és most ezt nem viszem magammal. Ja, ott fut a hülye. Ó, egy kisebb zombi horda, hoppa! Hoppa, 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 hoppa. Itt megy keresztül egy kisebb zombi horda, nézzétek! 1, 2, 3, 4, 5... Meg még ki tudja mennyi. Ugye néha csinál ilyet, hogy így átvonulnak a területen a zombik. Ja, figyelj, én... Egész jó biztonságban érzem magam, megmondom a frankót. Ezt szeretem. Szeretem az íjat nagyon. Jó, elmegyünk arra fele. Azt a két épület, ugye ez a fegyvergyár, ott van valami, meg a következő, egy még egy jobb épület arra. Viszont meg? Meglessük. Megközben XP-t szerzünk, free XP. Mikor szépen lehet így cseszegetni ezeket. Kaja esetleg? Hallod? Nem ad tojást? Egy idő óta nem ad tojást. Amit nem igazán értek, de hát jó van. Vigyük. Na, figyeljétek, ott van valami nagy gyárépület. Előtte meg még volt kettő másik épület. Hoppá, ott is egy zombi. Zombik, várjál. Ilyen távoli levést. Ivarom, ez hány méter volt? Nagyon jó volt. Következő. Elé ment.
ez is jó volt. Szerintem fejl volt a második. Jó, előttem egy csomó nyílbesződ, de azért jó volt. Örülök, tetszik. Éjszaka is el lehet azért itt lenni, nem kell nagyon parázgatni. Az nem halt meg, ugye? Az futni fog. Nagy darab. Meghalt? Nem hiszem. Ez miért esett ott össze? Lehet, hogy meghalt, jó. Nem, mintha nem írta volna fel az XP-t, nekem az gyanús. Jó, ennyi. Hát ezekkel nem vagyok kibékülve, mert ezek ilyen kicsik, aztán nehéz találni őket. De legalább nem futtak, mert nincs lábuk. Láb nélkül nem lehet futni. Na jó vagyunk, tetszik. Éjszakai őrület. Azt hiszem itt lesz az első épület, nem tudom mi ez. Egyébként nagyon örülnék neki például könyvesboltnak, mert könyvesbolt vagy fegyverbolt, ez a kettő, amelyik így bírnák. Ha meg is érkeztünk. Egy kánya repkedő fölöttem, de nem baj. Ez igaz is, elnézést. Aztán rohadt tényleg. Bocsánat. Na nézzük, milyen épület ez. Vagy egyébként ott távolban van valami nagy. Ó, mi ez? Ez valami kocsma? Ez valami bar. Az S betűt egy izére, egy íre ki kell cserélnem, halljátok? Ó, ott jön egy ápolónő. Ahogy nem találtam el. Most igen. De ebben a barban nem biztos, hogy bemennék, nem tudom. Nem érzem azt, hogy itt olyan nagy útok lesznek egy bárba. Nem? És te kajapia ilyesmi, amire nagyon nincs szükségem. Hát jó, ezt a bárt, ezt kihagyom. Bár egy bárt találnék, mi? Ezt kihagyom, gyerekek, nem kell most nekem, valahogy nem. Megnézzük ezt a kocsit. Ó, itt egy zombi mellettem közvetlenül. Ezt leviszem, mert ilyenet még nem láttam, gondolom kell valami ez. Hol a zombi? Ó, francba, hogy nem találom meg. Ó! Elég. Hopp, nem halt meg. Megint nem halt meg. Ó, és lootot dobott. Na végre. Nagyon ritkán dobják a lootot. Nem szereti a keeper, pedig mindig jót dobnak. Mondtam én. Ugye? Dobják a jó cuccokat, mindig a zombik. És sörétem, az már annyi van, millió darab gyerek. Millió sörétem van. Ott egy nagy darab. Ez meg jó XP. Hagyjuk, inkább menjünk tovább. Menjünk tovább. Itt volt valami nagyobb épület. Fölmegyek a dombtetőre, azt elnézek arra. Kell majd csinálnom nyílvesztőt. Ugye fölmegyünk ide, aztán megnézzük, hol van. Volt itt egy nagyobb épület. Erre még nem is jártunk el egyébként. Ez lesz az szerintem, de mi az? Nem, hú de jó lenne valami fegyvergyár, vagy katonai bázis, amit még nem lootoltam ki. Most arra rá vagyok függve, hogy legyen loot. Azt reggel meg valószínű, hogy küldetéseket fogunk csinálni még. Még gyors letolunk párat. Tojás? Nuko, figyeld meg. Ó, volt egy tojás, beszarok. Tyúkokat kell tartani, gyerekek. Mert a farmingba, bazze. Na, ezt nézd, mi az ez. Ez egy nagyon nagy épület. Oda néző, a kiégett földön van város. Úgy te hallod, jó helyen járunk.
Érdekes dolgok vannak. Hú, ott egy kutya. Birk. Ezt jó lenne megnyúzni. Ja, ott látom, bazza, hogy egy kiégett földön van város, figyeld! Meg itt van valami... Ó, itt egy hátizsák... Hátizsákban is szokott jól út lenni, de... De legyen is valami... Ó, ötös üzője, helmet. Erre kéne rá mókolnom a üzét, nem? Egyébként noise-ot növel. Meg mobility csökkent. Meg staminát is csökkent. Ezzel nem vagyok én kibékülve, jobban szeretem, hogyha tudok mászkálni. Ez mire jó? Figyelj, ez... Mi a snake dimension? Jó, hát ezt leszkreppelem. Nézzük át, hogy mi az, ami nekem nem kell itt, jó? Jó, ilyet meg majd csinálok, jó? Ezt is leszkreppeljük, hogy ne legyek túl terhelve már állandóan. Ásót azt tudok csinálni, hogyha úgy van. Jó, ezt az edge-ért kidobom. És még mindig négyel túl vagyunk terhelve. Jó, sok nem kö. Kettő murky water, vigyelme, érdemes. Hol vannak az üres üvegeim? Volt üres üvege, itt van 75. Jó, a murky water kidobok. Kettővel vagyunk túl terhelve. Ez valamire jó? Eladni bazze, 300-at ér. Aha. Ezeket nem foglalt plusz helyet, ugye, mert leszkreppelem. Ez mi ez valami? Bevásárló központ, vagy mi? Ott van egy város. Kiégett földön, bár az lehet, hogy egy kicsit kemény lehet. Meg ott van valami gyárépület. Legalábbis a kémiekből arra gondolnék. Hát ezt megnézzük, mi ez. Ja, a város az kemény lehet kiégett földön, mi? Ez a... lehet, hogy kemény, kemény hely. Na, várjál! Van egy tábla. Kék tábla, az nem... Nem tudom meg. Mindjárt megnézzük, jó? Megkerülöm, megnézem. És erre elvileg voltunk. Itt mentünk el ugye a másik traderhez. De nem néztük meg ezt a helyet. Lehet, hogy egy bevásárló központ vagy valami. Lehet, hogy ilyen útszéli bevásárló központ. Ocean, gyerekek, Ocean. Zombik már vannak, azt látom. Egyébként gondolom, itt is lehetne keményen XP farmolni. Hát nem tudom elolvasni a táblát. Mindjárt közelebb csullankodunk. Na, akkor már íjászkodunk egyet, várjál. Csináljunk már belőle. Nem jó, nagyon gyors az a csávuk. Hétszázötven, miért? Az a csaj az nem szokott ilyen sok XP-t adni. Meg is szokott halni egyből, most meg... Rohadtul nem. Ja, nem értem ezeket a... Ez is megvolt. Ja, ez konkrétan ez egy gyógyszertár. És ott mi van? Megmondom a frankot, a gyógyszertárakért nem vagyok oda, mert... Van elég gyógyszerem most. Úgyhogy ezt lehet, hogy elhagyom. Ez egy gyógyszertár. Az mi? Mi az van ez? Itt van valami kemp. Jó, nem baj. Megyünk tovább. Körülnézünk, gyerekek. Ha már egyszer figyelj. Kajánk van, piánk van. Nem akarok lőni, de muszáj lesz.
Most menjünk odébb egy kicsit. Ez a rovat kígyó. Nekem nagyon kellett volna ütnem. Csontkésnek semmi értelme nincs már. Régebben ugye csak késsel tudtad kiszedni az alapanyagot. Írták is egyik részben, hogy miért nem azt használom, mert ma nem kell. Nem tudom, azt kivették. Pedig az volt értelme legalább, nem? Most mire használod a csontkést? Kb. Semmire. Meg körül akarok nézni, mi... Ó, bazz, mi ez? Ez valami gyár! Még itt is láttam valamerre, mintha láttam volna még valamit. Ilyen toronyszerűt. Ott te. Ah, te, mi a szar az? Ott van valami. Valami torony. A kiégett földön már. Iha. Iha. Haver, csávó. Úgy van. Kaja, az mindig jó jön. Nem az a lopakodás. Hogyha ilyen iszéren kezdenék, szerintem egy ilyen mentést, egy játékot, biztos azt csinálom, hogy lopakodnék. Na ugye ezt napközben is tök tudod élni. Persze nem vagy ennyire rejtve, de mi van ott? Ott látod? Ott az a, az a piros torony, az mi a szar. Ez csak egy izé, csak egy sima torony, csak egy sima valószínűleg. Bármint egy ilyen víztorony, azt nézem. Azt hittem, hogy valami katonai cucc. Felderítés, bírom ezt a felderítéses mókát most, csak az a baj, hogy megint túl leszünk terhelve. Majd szelektálni kéne. Oj, mire jó ez. Intellektet ad egyet. Crafting time lejjebb megy, és az XP-hez följebb. Szemüveg, gyerekek, ez tök jó. Jár. Ó, ez nagyon jó, ez meg agilitet adott. Jó, nekem az intellekt az kell, most több XP-t kapok. Ez tök jó. Ez jó, ez jó. Ez valaki említette nekem egyébként, hogy ez hasznos. És még nem bírok leállni, gyerekek. Ezt utálom. Kő. Amíg van ugyanaz, vagy ugyanolyan, hogy addig érdemes felvenni, mert nem foglal külön slotot. Akkor kell elgondolkozni, amikor már még egy slotot akarsz használni a hülyeségre. Például erre. 3 óra, gyerekek. Ős, szintet léptünk. Tök jó. Ajaj. Na most már mire rakjunk. Ez tök jó volt erre rakni, úgy örülök neki. Egy kis stamina, stamina dolog, nincsen olyan. Run and gun. És jó dolog. Lehet, hogy egyelőre még nem rakok semmire. 5-öt, ez tök jó, mert ez növel egyel. Ez mit, ja, aha. Ugye a szemüvegem növel egyel, itt jelzi, hogy azért 5. Menjünk tovább. Hoppá, mi ez? Az mi a franc? Mordor izé megtámadott minket? Azt a petyá, mi ez a sötét? Hallod? Jaj, nem, már megint izé van. Esik eső. Karikára. 4-1-ben. Miért ad... Ja, 10%-a több XP-t kapok. Nick. Az adja. 10%-a több XP-t kapok. Most már is ugye, még a zombikból is. Jaj, jó. Mi? Café szint. Hát ezt pont nem akarom vinni, hallod? Ne haragudjál, de nem hiszem. Ott a nyúl. Ja, persze. Jó. Bocsi, jó, de kell. Kell a kaja. Jó, adhat kaját, most ez tök jó. Na ez érdekel, ez a hely. Ez mi? Mondjuk 3 óra 26, mindjárt nem futnak ám a zombik. Úgyhogy akkor lehet bátrabban közlekedni. De mi a szar ez? Ez valami gyár, nem? Vagy hazamenjünk, gyerekek? Haza, úgyis túl vagyunk terhelve. Lehet, hogy hazamegyünk. És akkor küldetéseket vállalunk. Lehet, hogy az jobb lesz nekünk. Szuper. Bóthány kilométer. Na.
Nem vagyunk olyan messze otthonról. Ugye? Ilyen messze. Hát az úton végig. Az úton végig megyünk, azt haza is érünk. Tök jó. Jó, a gyerekek, szerintem az lesz, hogy, hogy haza megyünk. Egyébként ennyit jártunk be még. Ezt a map az így ilyen böszben agyám. Jó. A sivatagot azt így bejártuk. Azt fú, még mennyi minden van. Havas, füves, meg régebben volt szavanna is, nem tudom, az van-e. Jó, a gyerekek, elmegyek haza. Rengeteg sörét. Van egy, lett egy csomó pénzünk, abból is tudunk vásárolni. Jó. Na, elbúcsúzom, köszönöm szépen a figyelmet. Bocs, hogy nem voltam ma olyan pörgő, de nagyon koncentráltam, meg nagyon para volt, és túléltük megint. Ugye még mindig. Még mindig egy halállal vagyunk a legelején, talán az második részben megölt minket egy kutya, amikor még nem nagyon voltunk felkészülve. Azóta még mindig halál nélkül vagyunk, úgyhogy megmondom őszintén, büszke vagyok magunkra. Tök jó. Egy szkópot erre a fegyverre adjon már az ég, és azt nagyon-nagyon bírnám. Na, köszi szépen a figyelmet! Erős lenne, hogy azt meg tudnám innen lőni? Jaj, de imádnám. Hát, nem. Azért ennyire prokrál legyünk. Na, köszi szépen a figyelmet! Csácsumi csőtészta!